Nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket, sziasztok! És hát Ernő sajnos nincs itt, úgyhogy az ideális és tökéletes üdvözlés az elmarad, bár lehet, hogy én is tudom pótolni valahogy, hogy is van, tehát hogy igen, tehát hogy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a helyszínen, és mindenkit országhatárainkon innen és túl. És mindig mondjuk, hogy ezt komolyan is gondoljuk, és tényleg komolyan gondoljuk, mindig, amikor itt összegyűlünk, a lelki szemeink előtt ott vagytok ti is, akik a felvételt nézitek, illetve hallgatjátok. És én a saját történetemből emlékszem rá, hogy milyen volt, amikor először kerestem az élet értelmét, és mélyebb válaszok után kutattam, és kaptam, azt hiszem, hogy egy üzletembertől, igen, egy kazettát, még akkor ez bakelit kazetta volt, ilyen magnóba kellett berakni, és azt se tudjuk már milyen, ez a gyerekeink már nem tudják, hogy az milyen. És pásztor Thomas Schellernek volt rajta egy üzenete, ilyen mély, ördögi hangon beszélő ember, és azt tudom, hogy azt hiszem, azt meghallgattam, azt a kazettát, nem tudom, százszor, rengetegszer, és csodákat beszélt rajta, és hogy mekkora jelentősége volt az életemben. És igazából titkon azt reméljük, hogy ezek az anyagok, amiket itt hétről hétre felveszünk, és amelyek eljutnak hozzátok, hogy ezeket Isten használja, és óriási szerepe lesz az életetekben. És azt gondolom, hogy a mai nap egy különleges jó esély arra, hogy ez így legyen, mert itt van velünk pásztor Majoros Kende, aki az én lelki pásztorom, és egy olyan ember, aki ennek az Isten ismerete, a szeretete, a törődése óriási, óriási kincs nekünk. Úgyhogy itt van, és meg fog osztani, én fogom fordítani magyarról magyarra, hogy úgyhogy én át is adnám a szót neked, pásztor, gyere. Köszönöm, én meg pillanatok, amivel visszaadom, csak egy pár szót mondanék. Kérlek, nekem nincs annyira ördögi hangom, mint a pásztor Schellernek, de azért csak így egy pár gondolat, amikor, ha megtennétek, ha nem tudom, hogy Bibliátok kéznél van, de a Máté 20-ban van egy rész, az egyik dolog, ami hát azt kéne mondanom, hogy szinte divatos körünkben ez a nyüglődés, a zúgolódás, a morgolódás, és amikor ez történik velünk, szinte észre sem vesszük, annyira magától jön ez nekünk. És itt Máté 20-ban van egy történet, ahol egy pár ember feldühödik, zúgolódnak valami ellen, valami nagyon nem tetszik nekik, és egy értelemben úgy is tűnik a helyzet, de nem akarok annyira belemenni, de úgy is tűnik, hogy igazuk van. Ez az a történet, amikor egy gazda kiment munkásokat keresni a szőlőjébe, és aztán reggel talált embereket, megegyezett velük, elmentek a szőlőjébe dolgozni, megegyezett velük egy napi bérben, és akkor utána kiment később is, talált megint embereket, őket is kiküldte, megegyezett velük is, aztán még azt hiszem háromszor vagy négyszer kiment, és a végén már, a nap végén, amikor már lejáróban volt a munkanap, amikor már vége volt mindennek, akkor ment ki, és mondta az embereknek, hogy menjetek ki ti is, és majd megadom nektek, ami jár. Itt már nem egyezkedett, csak örültek, hogy bármi melót kaphatnak a nap végére, így napszámosként. És akkor kimentek, és itt a 8. versben, mikor eljött az este, akkor a szőlőnek az ura így szólt az ő sáfárához, hívd ki a munkásokat, és add meg nekik a bérüket az utolsótól az elsőig. Ami nagyon vicces nekünk, mert nyilvánvaló, hogy azt akarta, hogy akik a legtöbbet dolgozták, azok lássák, hogy akik a legkevesebbet dolgoztak, azok milyen fizetséget kapnak. Tehát, hogyha akarta volna, ha úgy csinálja, hogy rendben megy a dolog, hogy először hívja azokat, akik leghosszabban dolgoztak, hogy ők mi hamarabb mehessenek, akkor ők nem is látták volna, ami történik. De ehelyett
ehelyett úgy csinálta, hogy először azokat fizette ki, akik nagyon rövid ideig voltak a szőlőben, akik nagyon kicsit dolgoztak. És mit csinált? Azt olvassuk, hogy mikor jöttek azok, akiket 11 órakor vett föl, ami azt jelenti, hogy a nap 12 órából állt, tehát egy óra volt a munkából hátra, amikor ezek az emberek kimentek dolgozni. Egy óra. És mindenki megkapta, és azt olvassuk a 9. versben, hogy egy napi bért kapott mindenki. És hát ez nagyon jól hangzik, de amikor eljöttek az elsők, akik először mentek ki a szőlőbe, azt mondja, hogy úgy gondolták, hogy ők többet kapnak majd. És aztán ők is mindegy napi bért kaptak, pont ugyanannyit. És aztán zugolódtak az ember ellen, felháborodtak rajta, hogy hát milyen dolog ez, hogy mi egész nap dolgoztunk, ők csak egy órát, és ők ugyanannyit kapnak, mint mi, és ez hogy van így rendben. És akkor a gazda azt feleli a 13. versben, hogy barátom, semmi rosszat nem teszek ellened, nem egy napi bérben egyeztünk meg? Abban egyeztünk meg reggel, nem? És ez egy nagyon-nagyon érdekes fordítás a dolgon, ami nem tetszik úgy annyira, mert a kis igazságérzetünk úgy felhorgad, és azt mondja, hogy nem, ennek nincs helye, ez így helytelen. És nagyon sokszor, amikor zúgolódunk, meg negatívak vagyunk, nem használjuk ezt a szót, de amikor morgolódunk, meg negatívak vagyunk, meg kritikusak vagyunk, meg úgy minden úgy nem tetszik, meg úgy semmi nem jó, meg mindennel baj van, akkor ez az, ami történik, hogy egy bizonyos módon nézzük a dolgokat, de valójában nagyon korlátoltan, és az önérdekünk eltorzítja azt, amit látunk, és nem látunk jól. Egy jó barátom, aki az egyik gyülekezetbe járt, ahol szolgáltam, ott szolgáltam 8 évig, és 8 évig együtt voltunk abban a gyülekezetben, és aztán emlékszem, hogy utána én éveken át nagyon sokat mondtam ezt ott az ott lévőknek, hogy gazdagok vagyunk, és kiváltságos helyzetben vagyunk. És azt mondta, hogy mindig húzták a szájukat rajta, hogy nem, de hogy sem ilyen nehéz, meg miért? Azért, mert mi mindig, mit tudom én, arra nézünk, hogy élnek a németek, vagy hogy élnek a hollandok, vagy hogy élnek az angolok, és tudod, mennyivel rosszabbul élünk mi, és milyen rossz nekünk, és nem, de hogy vagyunk gazdagok, mi szegények vagyunk. És aztán ez a barátom elment Afrikának egy ilyen szegényebb csücskébe egyszer, talán az ismeretségünk 12. évében, vagy valami ilyesmi, egy pár éve, és akkor visszajött, és akkor így fülét behúzva így, azt mondja, most értem, hogy miről beszéltél, mi tényleg gazdagok vagyunk. És olyan vicces, hogy így vagyunk igazából, hogy ránézünk a dolgokra, amink vannak, és aztán ránézek, hogy az évinek több van, akkor én mégiscsak nyomorult vagyok, ahelyett, hogy elégedett lennék. És ez nagyon érdekes kép nekünk, mert ahogy megnézzük ezt a történetet, ezeknek az embereknek látniuk kellett volna, hogy rengeteg okuk van a hálára, hogy őnekik lett munkájuk. Ők reggel azzal mentek ki, hogy vagy kapok munkát, vagy nem. És ha nem kapok munkát, akkor a mai nap nem lesz pénzem. Ugye napszámosként nem könnyű az élet. Vagy kapok munkát, vagy éhesek leszünk a mai nap. Vagy kapok munkát, vagy nem tudok hazavinni kenyeret a családomnak. Ez a két lehetőség van. És az, hogy kaptak munkát, az ok a hálára. De ez a problémánk, hogy egy kicsit olyanok vagyunk, hogy állandóan igazítgatni kell a gondolkodásomat ahhoz, hogy hálás legyek. Ahhoz, hogy hálás lehessek, ahhoz tudatosan sokszor erőfeszítést kell tennem. Mint ahogy mondja, ugye én 18 éve vagyok házas, és nagyon, nagyon, nagyon örülök ennek, mert nagyon jó házasságom. De hogy ez a gondolat, hogy azt hiszem példabeszélek, azt hiszem 5-12, nem vagyok benne biztos, azt mondja, hogy gyönyörködjél a te ifjúságod feleségében, azt mondja, hogy gyönyörködjél benne. Ott arról beszél, hogy egy tudatos erőfeszítést tenni arra, hogy gyönyörködjek benne. Mert természetszerűleg csak megunjuk egymást. Természetszerűleg elveszítem azt, amiért hálás lehetnék. Hogy kell, hogy legyen egy tudatos erőfeszítésem a dologban, hogy azt mondjam sokszor, hogy nem, nekem ez drága. Engem nem érdekel, ő, nekem ő az, aki drága. És ezt a döntést, ezt meg kell hoznom. És amikor így nézek a saját érdekemre, akkor elfelejtem ezt. És ezért mondja olyan sokszor a Biblia, egy Tesszalonika 5-nek a végén, hogy hálásak legyetek mindenben, de a 103. Zsoltár 2, amikor azt mondja, hogy emlékezzél meg az Úrnak az áldásáról, nem így mondja, bocsánat, elnézést, de hogy arról beszél, hogy ne feledkezz meg az Úrnak egyetlen áldásáról sem, nem jut eszembe, bocsánat, pontosan, de hogy 103. Zsoltár 2, az biztos.
És hogy ne feledkezzél meg az Úrnak az áldásairól. Tudod, hogy kell, hogy legyen az életemben egy ilyen állandó igazítás. Tudod, az egyik ok az az, hogy természetszerűleg én hibázok ebben, hogy arra nézek, ami nekem nincs, és azért végül nem hálás leszek, hanem elégedetlen, holott rengeteg okom lenne az elégedettségre. A másik pedig az, hogyha valaki manipulálni akar engem, akkor a legjobb módja ennek az, hogy elégedetlenné tesz. Emlékeztek, mit csinált Évával a kígyó a kertben? Isten azt mondta, hogy ne egyetek, ugye? Azt mondta, hogy ne egyetek, és megpróbálta elégedetlenné tenni azzal, amiük volt. Úgy értem, tökéletes volt nekik. Tényleg, tehát nekik tökéletes volt. Nem volt problémájuk, egy sem. És Sátán azt csinálta, hogy problémát csinál. Elégedetlenné tette őket azzal, amiük volt. És ez az, ami történik, hogy ha valaki manipulálni akar engem, egy csaló, akkor ez a legjobb módja, hogy bejusson. Nem akarom ugyanebben a kategóriába sorolni, bocsánat, de hogy mondjuk egy politikus, ha szavazatot akar, akkor ez a legjobb módja elégedetlenségre buzdítani az embereket, egy forradalmár ugyanígy, aki ki akar használni engem, elégedetlenségre buzdítani, és azt mondani, hogy csinálj valamit, értem, tudod, és csináld meg nekem. És ezért kell, nagyon fontos, hogy mindig visszatérjünk, hogy hozzáigazítsuk magunkat ahhoz a valósághoz, amiről Isten beszél nekünk. Hadd mondjak csak egy példát még, amikor Izrael a pusztában volt, és aztán ezzel befejezem, amikor Izrael a pusztában volt, akkor rengeteget, nagyon sokszor fordul elő, azt hiszem, összeszámoltam, talán 11, nem vagyok benne biztos, talán 11-szer említi a Mózesnek a könyveiben, amíg a pusztában voltak, azt, hogy zúgolódtak újra meg újra, 4 Mózes 14-ben többször zúgolódtak, morgolódtak dolgok miatt. És figyelj, ez nagyon érdekes. Hányan mondják azt, hogy hát ha itt lenne Isten, hinnénk benne. Oké. Amikor Izrael ott volt a pusztában, Isten ott volt velük direktben. Volt előttük éjjel egy tűzoszlop, nappal meg egy felhőoszlop. Látszott, ott volt Isten jelenléte, kész. Ott volt a szent hajlék, tudod, egyértelműen ott volt Isten jelenléte. Kint voltak 40 évig a pusztában, hogy 1,5 millió ember, ami logisztikailag is lehetetlen egy pusztaságban, tehát már magában ez mekkora csoda. És azt olvassuk, hogy Isten mannát adott nekik enni, és ráadásul 5 Mózesnek az elején 8:4-ben azt olvassuk, hogy a cipőik nem foszlottak le a lábukról 40 évig. Ez szörnyű lehetett, mi, hogy 40 évig ugyanabban a cipőben lenni. Oké, nyelves, igen, persze, jó duma. Nem hiszem el. Mondom, 18 éve házas vagyok. De hogy nem foszlott le a lábukról, és azt olvassuk, és még azt is mondja, hogy és a lábatok se dagadt meg ráadásul 40 évig. Hogy Isten annyira, tehát hogy annyira közvetlenül ott volt velük, és tudod, és csak zúgolódtak, csak morgolódtak minden miatt, mindennel csak a problémájuk volt. Ami azért olyan érdekes nekem, mert így elmondja, hogy mekkora hajlamunk van erre, és hogy tudod, nekem kell döntenem ebben, hogy az életemet élhetem úgy, hogy azt mondom, hogy ez sincs, meg ez is hiányzik, és még nincs ez úgy, és amúgy. És tényleg lehet, és most nem pozitív gondolkodásról beszélek, hanem arról, hogy Istennel gondolkodni az életemről, hogy folyamatosan igazítani a fejemben, amikor jönnek ezek a kívülről jövő üzenetek, amik folyton mondják, hogy neked még ez hiányzik, neked még ez kéne, másrészt meg a kicsi szívemet is, ami szintén egy ostoba módon azokat a dolgokat keresi, azokra a dolgokra fixál rá, amik hiányoznak nekem, amik még mindig nincsenek meg, holott annyi mindenem van. És tudod, nem arról beszélek, hogy ne legyünk motiváltak, hogy menjünk előre, de arról beszélek, hogy tudni hálásnak lenni, és örvendezni abban, amin van, és csak megállni, és gyönyörködni benne, és tudom ezt csinálni. És ez annyira jelentős azért, annyira szükségem van rá. Mert hogyha ez nincs meg, akkor tudod, akkor nincsenek a békességnek még pillanata is az életemben, csak űzött vagyok folyamatosan. És ezért annyira jó ez a történet, hogy ez a gazda azt mondta, én nem ebben egyeztem meg veled. És végül kiderült, hogy bármennyire is dühöngtek ezek a munkások, ő igazságos volt. Ő nem csinált semmi olyat, ami gáz lett volna. Ő pontosan azt tette, amit megígért. Pontosan azt kapták, amiben megegyeztek. Ebben nem volt semmi kérdés. És azt gondolom, hogy nagyon könnyen lehet így az életem végén, amikor Isten előtt állok, és azt mondom, velem annyi baj volt, és hogy csinálhatod azt, és aztán ott leszek, és Isten azt mondja, mondd egy dolgot nekem, és azt felelem, hogy erre nem is gondoltam. Tudod, és az a pillanat nekik, amikor azt kellett mondani, hogy
Igen, tényleg annyiban egyeztünk meg. És hogy mennyivel jobb ez az élet, amikor rá tudok nézni azokra a dolgokra, amim vannak, és azt tudom mondani, hogy mennyire hálás lehetek ezért. Van egy darab barátom, van, mit tudom én, még működik a szívem, van mit találnunk. De hogy ez olyas valami, amit a világunk nagyon kevéssé tanít nekünk, és hogyha tanítja, nem akarok belemenni, de hogy a világunk nagyon kevéssé tanít nekünk, de Isten ezért nagyon sokat beszél nekünk erről, mert annyira szükségünk van rá ahhoz, hogy a lelkünk egészséges legyen, hogy tudjunk hálásak lenni, hogy tudjunk örvendezni abban, amink van, de folyton kell igazítgatnom a gondolkodásomat hozzá, mert különben mindig félre fog húzni. Köszönöm. Hajrá. Köszönjük szépen, ez egy asztal. Ez egy asztal gondolat volt, ezt ismeritek? Ez az asztal. Hát viszont, mivel Ernő megtagadta a szolgálatot, ezért jobb hián én folytatom. És Rómaiakhoz írt levél 22. versétől fogjuk olvasni. De előtte mondjunk egy gyors imát. Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért az üzenetért, amit már kaptunk, hogy hálásak lehetünk. Milyen jó ez, hogy annyi mindenünk van, és hogy micsoda veszteség, micsoda szegénység arra nézni, amink nincs. Nagyon köszönjük ezt a gondolatot is. És arra kérünk Jézus, hogy továbbra is beszélj hozzánk, hogy adj nekünk, hogy érints meg minket. Bárhol is vagy, tudd, hogy a mindenható Isten ott van most melletted, és van egy üzenete a számodra. Egy üzenete, ami megmentheti az életedet. És hogy a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áld meg ezt a gondolatot. Amen. Rendben, tehát Rómaiakhoz írt levél. És legutóbb ugye olvastuk valahol a 18. verstől, eljutottunk a 21-ig. Meg vagyok kísértve, hogy azt is elolvassuk újra. Reménykedjetek, hogy nem ragadok le egyetlen szónál sem. Azt mondja, hogy Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja az alkotásain, az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult az oktalan szívükre. És egy gondolatot azért visszhangoznék még legutóbbról, és az, bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent. És azt hiszem, hogy erről volt egy gondolatunk, de nem tudom ennek a mélységét elégszer ismételni, hogy az a szó, hogy Isten egy olyan mélységgel bír, aminek nincs vonatkoztatási alapja a lelkemben. Tehát azt hallom, hogy Isten, és nem tudom, hogy mire kell gondolnom, mert ő óriási. Az ő jelentősége, az ő szerepe az én életemben gigantikus. Nem, ez se jó szó, mert nem nagy. Tehát, hogy nem nagyobb a kocsim szerepénél, vagy nem nagyobb a feleségem szerepénél, vagy a vállalkozásom szerepénél, annál nagyobb, és akkor gigantikus a szerepe. Hanem Isten szerepe az életünkben
egzisztenciális. Minden tőle, általa is érte van. Azt hiszem, zsidókhoz írt levél egyben olvassuk, hogy az ő szava tartja fönt a mindenséget. Jézus Krisztus szava hordozza azt a valóságot, amit a nem hívő ember is ismer. Az univerzumban, de így a karórám szíjában minden atom csak azért van még mindig egyben, mert Isten ebben a pillanatban akarja, hogy egyben legyen. Így az én testem, a szívem, a vér az ereimben, és minden csontom, mindenem Istentől van. Az ő akarata hordozza még mindig. De nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy én egy személyes lény vagyok. Egy ember, ami megint értelmezhetetlen önmagában, mert embernek lenni azt jelenti, hogy Isten képére teremtve lenni. Valakinek lenni, aki fia, menyasszonya, és teste lesz Istennek. Az, hogy ember vagyok, sem érthető, definiálható Isten nélkül, mert ő érte vagyunk teremtve. És aztán nézek magamra, az életemre, és nagyon nehezen tudom megmondani, hogy mit is jelent az, hogy az én életem. Mi az, hogy az én életem? Neked miről szól a te életed, amit élsz és élni próbálsz? Mi az, amit őrzöl, mi az, amit nem akarsz elveszíteni, mi az, hogy élni, mi az, hogy az én életem. És ezek legtöbbször kapcsolatok dolgokkal, kapcsolatok emberekkel, kapcsolatok elképzelésekkel, álmokkal, ideálokkal, sokszor kapcsolat önmagunkkal, a saját belsőnkkel, érzések, gondolkodásmód, mindig kapcsolat. És azt látom, hogy az élet nagyon nehezen élhető, ha a kapcsolataim Istenen kívül vannak. Mindegyikben csalódok. Mindegyik magamra hagy egy ponton. Én magamat magamra hagyom egy ponton. Az elképzeléseimről kiderül, hogy nem teljesek, és nem vezetnek sehova. Az emberek, még ha szeretnek is, nincs elég hatalmuk rá, hogy igazán adjanak nekem ott legbelül. A legjobb barátommal való beszélgetés után is ott van egy űr. Valahogy nem működik. Az élet, az én életem, értitek? Az én életem valahogy nem működik. Valami hiányzik belőle. És itt kezd óriási súlya lenni, itt kezd óriási súlya lenni ennek a szónak, hogy megismerték Istent, de nem, hogy mondja, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent. És nyilván az előbb írta, hogy a teremtésben megfigyelhetjük, hogy ő a végső oka mindennek, az ő istenségét és hatalmát, az általános kijelentésben, de ennél sokkal nagyobb a jelentősége az én életemben annak, hogy kicsoda Isten. Mert, hogy mondja, segítsetek nekem, János 14.8, én vagyok az út, az igazság és az élet. 14.6, de a 14-et eltaláltam. 14.6. Azt mondja, hogy figyelj, hogy mondja, figyelj. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság, ezt most ugorjuk, és én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Én emlékszem, ez a vers nekem, amikor még nem hívő srácként elkezdtem keresni Istent, nagyon hamar tetszett. Éreztem, hogy ebben van valami óriási mélység, hogy ebben valami alapvető igazság van, ami meg fogja változtatni az életemet, de annyira nem értettem. Annyira érthetetlen volt, főleg ez az utolsó része, hogy egy személy, Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. És arra gondoltam, hogy te vagy az élet forrása, ezt értem, te adtad az életet. De nem, itt nem ezt mondja, itt azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Nem biztos, hogy értem, de az biztos, hogy emellett nem szabad csak úgy elmennem, mert figyelj, Pásztor Scheller mondta annó, hogy az élet túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. Az élet, ami van neked, az méltó rá, hogy úgy értem, ne csak ilyen, hogy mondják ezt, ilyen
félvárról vedd, hanem ha lehet valahogy teljesen élni, ha létezik valami több annál, mint amiben a világban emberek szűkölködnek, mint ahol az a luk a szívünk helyén mindig ott van és betömhetetlen, ha létezik valami több, akkor az kell nekem, akkor én azt meg akarom ragadni. És bár nem értem, hogy hogy van ez, hogy te vagy az élet, tehát hogy, és akkor mi lesz a kocsimmal, meg mi lesz a karrieremmel, meg mi van az elképzeléseimmel, meg mi van a házasságommal, mi van a divattal, mi van a jövőképünkkel, tehát mi van mindennel, hogy van ez, hogy te vagy az élet. És ez a szó, hogy Isten, hogy azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Nekem eddig egyáltalán nem volt Istenem. És most vagy te vagy az első. Miért mondod nekem azt, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül? És kiderül, hogy sok Istenünk van. Kiderül, hogy mi modern emberek is imádunk bálványokat. És miért beszélek erről? Mert ennek mind köze van ehhez, hogy mit jelent az, hogy Isten. És a bálványaink mik? Azok a dolgok, amiket imádunk. Én nem imádok semmit. Egyáltalán mi is az, hogy imádni? Összpontosítani valamire, nagy tekintélyt adni neki, nagy figyelmet adni neki, bízni benne, rábízni magamat. A bálványaink nekünk, modern embereknek azok a dolgok, amiket leginkább az életünkként azonosítunk. Hallottad ezt? Mondd, hogyha nincs igazam. De a bálványaink nekünk, modern embereknek többnyire azok a dolgok, amik eszünkbe jutnak, amikor arra gondolunk, hogy az én életem. Nem akarom elveszíteni az életemet. Én élni akarom az életemet. És amiket látok magam előtt, azok mind, figyeljetek, Isten helyettesítők. Isten helyettesítők. Bízom a pénzemben. Miért? Mert olyan nagy szükségem van rá, hogy biztonságban legyek. Annyira ragaszkodom a feleségemhez, mert olyan nagyon-nagyon szükséges nekem, hogy szeressen valaki. És tudod, a karrieremet véghez akarom vinni, mert lenni akarok valaki, annyira kell, hogy legyek valaki. Nem lehetek senki, lennem kell valaki. És hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, mindezekre én vagyok a válasz. Én ezek közül egyikre sem mondom, hogy ne legyen neked. Hogy képzeled, micsoda bűnös vagy, vagy nem tudom, milyen szót kell használni, mert vágysz ezekre. Hanem azt mondja, hogy igen, ezeket a mély sóvárgásokat, mély szükségeket én tettem oda a szívedbe. De ezeket megválaszolni csak én tudom. Csak én tudom betölteni. Én vagyok az, akit te keresel. Én vagyok az, akit már gyerekkorod óta kutatsz és álmodtál magadnak. Én vagyok az. Én vagyok, figyelj, én vagyok az Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez ilyen fanatikusnak hangzik, hogy mindent te akarsz, Uram. Igen. Igen. Igen, mert minden, amit valami mással oldasz meg, az csalódás lesz, az üres lesz, ott lesz a szomjúság, ott lesz a fájdalom, ott lesz a bukás, ott halál lesz, és nem élet. Mert embernek lenni, figyelj, és megint körbeértünk, metafizika, a lét valósága, ami te vagy, embernek lenni azt jelenti, hogy én vagyok a te Istened, és nincs Istened más, csak én. És én mindent neked adok. Mindent. Róma 8-ban emlékeztek még? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Ez az első. Mindent azzal kezdő, hogy én magamat adom neked. Én nem tartom vissza magamat tőled. Odaadtam magam a halálban, és aztán odaadtam magam a feltámadásban. Meghaltam, és élek érted. Én vagyok a te férjed, én vagyok a te fejed, én vagyok a te atyád. Mindent neked adtam, és velem együtt a mindent is. Az összes többit, az apróbetűs rész, minden a tiéd.
ezt jelenti embernek lenni, hogy én vagyok a te Istened, én illek oda abba az űrbe, én vagyok az, nincs más. De ez egy fanatikus, szélsőséges üzenet, ezt értitek? Ezt nem veszi be a mi modern gyomrunk. Akkor nem lesz nagy kövér mercim. Mondjam, irreleváns, érted? Nem számít. Az csak egy dolog, az nem érinti meg azt a kategóriát, amit úgy hívunk, hogy élet. Legyen vagy ne legyen, nem számít. Ha azt gondolom, ha Istent valamiért zavarja a nem is tudom, a fogyasztói társadalom és annak a kultúrája, akkor az csak is azért van, mert nagyon könnyen eltereli a figyelmünket a lényegről. Egész életünkben üveggyöngyökkel játszunk, miközben aranyat lehetett bányászni a földből. Nem tudom, hogy ez jó képe. Az egész életünket egy pótmegoldással, pótcselekvések sorával töltjük, ahelyett, hogy a valódit találnánk meg. Mert legyen neked nagykövér mercit, hogyha ez így helyes, és hogyha Isten megadja neked. De tudod, mit érsz vele, ha nincs életed közben? Zéro. Zéro. Kedves barátom mondja, hogy teljesen mindegy, hogy a Trabantnak vagy a mercinek csapdosod a kormányát, ha egyszer csapdosod. És ez alatt ő azt érti, hogy ha belül valami nincs rendben, ha az életed nem működik, akkor teljesen mindegy, hogy kívül hány réteg festéket kensz rá, meg mennyire díszített ki, meg mennyire viselkedsz jól, meg mennyire mutatsz jó képet, hogyha ott belül a lényeg nincs a helyén, akkor kárt szenvedünk. És Isten, és ez a gondolat, hogy Isten annyira hű, hogy utánunk jöjjön. Annyira hű, hogy a hamisítványokat megtámadja. Ő támadja meg a hamisítványokat. Megtámadja. Sáncot emel a bálványainkkal szemben. Nem velünk szemben, minket szeret. Értünk, harcol. Mi kellünk neki. És nekünk is ő kell. Hogy értem, ez egy szerelem. Egy szerelem, ami nem tűr meg egy harmadikat. Tehát nem fér bele, de ezt értjük. Nem fér bele egy harmadik. Ő és én egy életre. Te és ő egy életre. Semmit vissza nem tartva. Semmit vissza nem tartva. Ez az élet. És ezt jelenti azt, hogy én vagyok a te Istened. Én vagyok az, aki gondoskodni akarok rólad. Engem bosszant, amikor magadról gondoskodsz. Ezt érted? Bosszant. Ott van egy hamis Isten. Akkor ne dolgozzak, de dolgozz, de én gondoskodok rólad. Hát ezt nem értem. Jó, akkor gondolkozz rajta, akkor elmélkedj rajta, akkor ülj le Isten lábaihoz, és állj meg a gondolat mellett, amíg ő meg nem világosítja, de az élet mély, és Isten igazat beszél. Azt mondja, hogy engedelmeskedj. Azt várom, hogy engedelmes legyél. Mégiscsak tudtam, hogy rabszolga hajcsár. Mire, amikor a parancsát hallod, azt mondja, hogy maradj meg a szeretetemben. János 15-ben. Azt hiszem, hogy ide zsugorította le az egészet. Maradj meg a szeretetemben. És aztán később János 2-ben, vagy nem, János 4-ben mondja, ugye, 1 János 4-ben, hogy aki fél, nem lett teljesi a szeretetben. Igaz? Ott is ide lyukadunk ki, hogy ha baj van, akkor az a baj, hogy nem vagy eléggé szeretve. Miért nem vagy eléggé szeretve? Mert nem engedelmeskedsz a szeretetemnek. Mert én azt mondom, hogy szeretlek, te meg azt mondod, hogy nem. Engem nem lehet szeretni. Most akkor ki tévedt? Te vagy én? Kinek kéne megaláznia magát, és azt mondania, hogy oké, bocsáss meg, tévedtem, neked igazad van. Nekünk kéne mondani, és azt kéne mondanunk, hogy igen, te szeretsz minket, és lehet, hogy nem érzem, lehet, hogy nézem a körülményeimet, és a körülményeim nem tetszenek nekem, és a körülményeim alapján elkezdelek ítélgetni téged, és azt mondom, hogy nem szeretsz, de ez egy hazugság, ez egyszerűen nem igaz. Amikor az edző, mindig használjuk ezt a példát, fölkészíti az olimpiára a versenyzőit, akkor olyasmit vár el tőlük, ami nem kényelmes. De közben szereti őket, egy célért harcolnak, és Isten ugyanígy, mint atyánk nevel minket, és néha a fenyítés, amin keresztül megyünk, nem üdvös, sőt, egy-egy kimondottan kellemetlen, de úgy teszi, mint az atyánk szeretetből. Úgyhogy
Isten. És azt mondtuk legutóbb, hogy, hogy vajon hogy történik ez meg, hogy emberek, még amikor az evangéliumot hallják, akkor is el tudják utasítani. Tehát ez egy olyan rejtély néha. Tehát, hogy ne viccelj, semmit nem kér tőled, mindent oda akar adni. Tehát miért mondod, hogy nem? Tehát főleg apologetikai szinten nehéz, mert érted, ott beszélünk egy órája, épp most bizonyítottam be neki. Érted, hogy van Isten. Tehát nem, intellektuálisan nem tud ellene menni, csak hazudni tud. És utána is azt mondja, hogy nem, miért? És ugye két okot hoztunk föl erre legutóbb. De csak az egyiket akarom megint visszhangozni, hogy nem akarom, hogy valaki uralkodjon felettem. Van a modern embernek a legmélyebb elkötelezettsége, az a függetlenség és az önrendelkezés felé van. Valamilyen perverz módon elhittük, hogy egy ilyen módon élhető az élet a legjobban, hogy végre szabad legyek, és a szabad alatt azt értem, hogy mindentől és mindenkitől független. És amikor arra gondolok, hogy lesz egy Isten, aki beleszólhat az életembe, kiver a víz. Nincs olyan, hogy függetlenség. Ez egy rémkép. Nincs olyan, hogy szabadság. Ez egy rémkép. Metafizikailag lehetetlen, másodszor használom ezt a fura szót, a lét valóságából, abból, ahogy a dolgok vannak, abból adódóan lehetetlen. Tudod, mi kéne ahhoz, hogy független légy? Mindenható kéne, hogy legyél. Fölötte kellene, hogy állj mindannak, ami létezik, és akkor nem függnél semmitől, akkor minden tőled függne. Felette állsz mindennek? Egy nyomorult eső elől nem tudsz elbújni, hogyha csak nincs valami fedél. A szelet nem tudod megállítani, az öregedést nem tudod megállítani. Hogy lehetnél független? Végtelen módon függsz. Ember vagy, annak lettél teremtve, hogy gyenge, törékeny és függő legyél. A lényedben ott van a függés. És akkor jobb hiány magadat választod, hogy majd magadtól fogsz függni, és a magad által létrehozott körülményektől. Ez nagyon vicces 20 évesen, mert akkor még nem éltünk eleget ahhoz, hogy tudjuk, hogy mire vagyunk képes mi magunk. Bocsánat, minden 20 évestől. Nem vagy képes gondoskodni magadról, nem vagy képes megelégíteni azt az űrt, nem vagy képes. Az egyik legkiózonítóbb élménye az embernek, ahogy nő fel, az az, hogy csalódik magában. És amikor csalódtál magadban, ne azt gondold, én szegény, még magamban is csalódnom kell. Mindenki csalódik magában. Mind lúzerek vagyunk, mind kevesek vagyunk, mind azok vagyunk. Úgyhogy úgy dönteni, hogy majd én magamtól függök, és majd megelégítem magamat, az egy rémkép. És az a gondolat, hogy én, ha mindenkitől független vagyok, akkor szabad vagyok, az megint egy rémkép. Az azt jelenti, hogy végtelenül ki vagyok szolgálva mind annak, amiben épp bízom. A pénzemben, magamban, a dörzsöltségemben, hogy a körülményeim majd jól alakulnak, hogy ők majd nem bántanak meg, és ezer dolog. Mind kezelhetetlen, ez egy őrület. Agyhalottaknak való filozófia, akik sose gondolkoznak. De ha egyszer elkezdesz gondolkozni, ha egyszer elkezdesz tapasztalni, akkor rájössz, hogy basszus, hova keveredtem? Ez egy rémálom, az életem egy rémálom. És Isten azt mondja, hogy figyelj, Isten hozott a valóságban. Én teremtettelek ilyenre. Tudod miért? Hogy amikor felismered, hogy én vagyok az Istened. Nem te vagy önmagad Isten, hanem én vagyok az Istened. Akkor én, figyelj rám, figyelj! Én végtelen vagyok, én mindenható vagyok, és én bennem ott van a válasz mindarra, ami benned kérdésként van ott. És én nem úr leszek fölötted és ugráltatlak, hanem az életemet adtam, érted? Szeretlek. 1 Korintus 13, olvasd el, 16 szempont, mind a 16 szempont Isten szeretetéről beszél, az ő végtelen elkötelezettségéről melletted, érted? Én szeretlek, én vagyok az, akire rábízhatod magad, én vagyok az, akire ha rábízod magad, akiben ha hiszel, aki ha megszabadít, akkor, hogy mondja az írás,
akkor valóban szabadok lesztek, mert nekem megvan a hatalmam rá, hogy elengedjelek. És én el akarlak engedni, mert nekem nem az kell, hogy megad magad nekem, mert én vagyok a leghatalmasabb, hogy megad magad nekem, mert felismerted, hogy te vagy a mindenható élet és halál ura, hanem nekem a szíved kell. Én elengedlek, és udvarolok neked, és szeretettel megyek utánad, és bemutatkozom neked, és szeretném, ha megismernéd a nevemet, és ha nem a hatalmamat szeretnéd, ha nem a befolyásomat szeretnéd, hanem a nevemet szeretnéd, hogyha önként jönnél vissza hozzám, miért nincs itt Isten, miért nem jön be azon az ajtón a dicsőségével, mert mind leborulnánk, és mind imádnánk őt. Olyanok lennénk, mint a robotok, mindenkit lealázna és lemanipulálna a hatalma azonnal, de neki nem ez kell. Ő a maga képére teremtett minket, személynek, szabad akarattal, akik választjuk őt, akik megszeretjük őt, akik bármikor nemet mondhatnak. Én a szívem, tudod, nem is látod, itt ül, itt állok, tudod, nagyon jó képű vagyok, itt állok, prédikálok, szent ember, és belül a szívemben csak azt mondom, nem bízom benned. Csendben Isten előtt ott állok, és azt mondom, nem. Ennyi, és a szál, ami köztünk van, jelképesen, csak el van vágva, én vágtam el, nem bízom benned. Szabad vagyok erre. Szabad vagyok rá, és te is. Élheted az életedet, ahogy akarod. Lehet Istened annyi, amennyit csak akarsz. És ő azt mondja, hogy én utána jövök. Én bemutatkozom neked. Én megmutatom neked a valóságot. És látni fogod, hogy az én nevem, az én jellemem, az, ahogyan szeretlek téged, az irgalmam és kegyelmem, méltó rá, érted, méltó rá, hogy engem válasz Istenedként, fanatikusan az egyetlen Istenedként. Egy szerelem életre halára, te és Isten. És ő nem tartott vissza semmit. És amikor te sem tartasz vissza semmit tőle, akkor megtaláltad azt, amit úgy hívnak, hogy élet. És tudod, mit keresheted, ahol akarod? Nem fogod megtalálni. Csalódni fogsz benne. Egy rémálom lesz a vége. A fanatikus, szélsőséges, konzervatív, brutális kereszténység működik, és semmi más. Ez az, amit az előbb elmondtam. A vallás sem működik. Nem működik. A Biblia szólós vallás sem működik. Ugye, te itt vagyunk, a legspécibb tant tanuljuk, ismerjük Isten kegyelmét, ámulatos tanítók, de ha a szívemben nincs ott ez a kapituláció, ez a házasságkötés, ez a az Istenem vagy nekem, és én a tiéd vagyok, és te énekek énekében van, ugye azt hiszem háromszor mondja, hogy én az övé vagyok, ő az enyém, én az övé vagyok, ő az enyém, és azt hiszem utoljára mondja, hogy én az övé vagyok, és ő nem az enyém, az egy piti dolog lenne, ha valahogy birtokolhatnám Istent. Nem. Ennél sokkal nagyobb pályás dolog a valóság, figyelj. Én az övé vagyok, és ő én utánam vágyakozik. Őt se kényszeríti senki és semmi, hanem néz téged, és Isten azt mondja, hogy kivel tölthetném az örökké valóságot. Ki legyen az én feleségem, ki legyen az én fiam, ki legyen az én testem. És azt mondja, hogy te legyél az. Én te utánad vágyakozom. Nem értjük ezt. Most beszéltem róla egy kicsit, és ettől megértettük? Nem hiszem. Nem, de ez az imám, Uram, taníts erről. Uram, nem akarok elmenni, az élni akarok. Nem akarok meghalni, élni akarok. Mutasd meg nekem, hogy hol találok életet, igaz életet. És így már találó lesz a 22. vers. Akik bölcsnek mondták magukat, bolonddá lettek. Magyarázzam, hogy miért? Szerintem nem kell magyarázni, hogy miért. Ez olyan, mint egy fejlövés.
Tudod, ez olyan, mint amikor a sivatagban az utolsó kulacsomat, tudod, az utolsó kulacsvizemet, tudod, dürohamomban odavágom a földhöz, és kifolyik. Amikor én a saját kezemmel vágom el magam az élet forrásától, akik bölcsnek mondják magukat, bolondá lettek. Bolondá lettek. A bolond szón gondolkoztunk már? Mit jelent az, hogy bolond? Hát olyan furán viselkedik, igaz? Az a bolond. De szerintem ez nem segít rajtunk, nem erre gondol. Igazam lehet, ha azt mondom, hogy a bolond szó, ugye Példabeszédek könyvében rengetegszer használja, hogy a bolond szó az inkább egy ilyen ismeretelméleti fogalom, a valósághoz való viszonyt írja le. A bolond ember valami mást hisz a valóságról, mint ami az tényleg. Amúgy ez többnyire fedi is a bolond kategóriát, tehát hogy én vagyok Bonaparte Napóleon. És ha ezt elég kitartóan állítom, akkor bezárnak. Ez a bolond. Na most akkor, tehát ha én Bonaparte Napóleonnak mondom magam, akkor bolond vagyok, de ha azt mondom, hogy nincs Isten, akkor nem. Tehát, hogy ugye te a valóságnak egy sokkal alapvetőbb kategóriáját zavartam épp össze. Tehát, hogy ha ezzel nem vagyok bolond, akkor mivel? Vagy hogyha Isten jellemét torzítom, tehát mondjuk azt mondom, Isten nem is szeret engem. Isten egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Akkor ez józanság? Nem, szerintem akkor is bolond vagyok. És azt akarom mondani, hogy szerintem a bolondságnak egy mértéke megvan mindannyiunkban. Nekem és neked bizonyos mértékben téves elképzelésed van Istenről. És az első Zsoltár azért csodálatos, mert az a gyógyír, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal, ő az, akinek a tévedéseit Isten kijavítja. Ő az, akinek a garantált bolondságán ő tud dolgozni. És ez az, amire nekem a legnagyobb szükségem van, mert a lelkem tele van elképzelésekkel, amelyek megrabolnak Istentől. Milyen elképzelésekre gondolok? Hát például arra, hogy nem bízhatok benne. De bízhatok benne, persze, már minden Isten tiszteleten azt mondják, hogy bízhatok benne, de a lelkem legmélyén van egy hit, van egy meggyőződés, van egy elképzelés, amely a végén mégiscsak azt mondja, hogy de nem bízom benned. Csak egyszerűen nem bízom rád magam. Vagy ha rád is bízom magam, mert muszáj, a vallásom előírja, közben rettegek. Azaz végül is nem bízok benned. Csak hazárdíroztam, mert a körülmények rákényszerítettek. Értitek ezt? És tök mindegy, hogy mennyire jó képet vágok kiül, vagy akár az imámban Istennek, hogy ó, Uram, rád bízom magam, meg mindent. Tudod, ő gyorsan lefejti a hagyma héjait, és ott legbelül ott van, mi ez? Hát egy elképzelés. És milyen jó, hogyha ez a felszínre jön, mert amíg rejtve van, addig nem tudok gyógyulni benne. Isten a felszínre hozza ezeket, előhozza, és azt mondja, hogy add nekem ezt a félelmet, add nekem ezt az elképzelést, és én meggyógyítom, és én elmondom helyette az igazságot. Gyere, járj velem, és én átviszlek sok kis tapasztalaton, ahol pici lépésekben elkezdesz megtanulni bízni bennem. Bízd rám elsőnek azt, hogy nem, most nem akarok semmit mondani, oké, de és tudod, és hitben járunk, rálépünk Isten egy ígéretére, és nem csalódunk, és aztán még egyre is nem csalódunk, és aztán még egyre is csalódunk, és aztán kiderül, hogy félreértettük az ígéretet, és akkor mégse csalódtunk, és hitről hitre megyünk előre, ahogy olvastuk még korábban. Úgyhogy akik bölcsnek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. És ez nyilván a konkrét bálványimádásról szól, de a gondolat ez, hogy ha az ember, aki arra lett teremtve, hogy imádjon, hogy függjön, megszabadul Istentől, akinek az imádatára és az akitől való függésre teremtve lett, akkor muszáj találnia valamilyen pót, szert, pót Istent, Isten helyettesítőt. Bármi legyen az. Ez lehet egy filozófia, bármi lehet. És Isten
hűséges. Azt mondja, hogy figyelj, a döntésed folytán te, aki bölcsnek mondtad magad, és lehet, hogy az is voltál, bolondá lettél, és megszabadultál tőlem, Istentől, de mert muszáj imádnod valamit, ezért imádsz egy csomó Isten helyettesítőt. És akkor itt a sora a dolgoknak végtelen. Nem hagyom, hogy ez a mostani állapotod makulátlan legyen. És azt hiszem, erről szól az átok is, amit egy Mózesben Isten bocsátott a földre. Az ember föllázadt Isten ellen, evett a jó és rossz tudásának a fájáról, megszületett az Istentől független ítélet képessége, az önigazság, és Isten azt mondta, hogy ezt az állapotot átkozottá kell, hogy tegyem, hogy az ember ne maradjon meg benne. Mert ha ez az állapot áldott lenne, kényelmes, klassz, szuper, minden jól működő, az ember sose jönne vissza hozzám. Meg kell nehezítenem a sorsát, tüzet kell gyújtanom, piros lámpát kell gyújtanom, hogy megálljon, hogy észrevegye, hogy baj van, hogy visszatérjen. És ugyanezt az elvet látjuk itt is. Azt mondja, hogy ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. És kicsit később még ezt itt még kifejti, azt mondja, hogy ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. És akkor még egyszer az ok definiálja, az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Erről sokat beszéltünk, erről a gondolatról. És a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Így van. Tűnődöm rajta, hogy amikor itt azt mondja, hogy a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, akkor mire gondol? Van erre tippetek? Ernő, neked van, vagy Pásztor Kende, van tippet, hogy kire gondol? Mert nekem Lucifer jut az eszembe. De nyilván nem, tehát hogy alapkategóriaként nem megy másképp, mert csak két kategória van, a teremtő és minden más teremtmény. Tehát ilyen módon bármi belefér. De amit azért így tudunk, hogy ennek a világnak van egy ura, Sátán. Egy bukott angyal, akinek a célja átvenni Isten helyét. Ő a végső menedzsere az Isten helyettesítő gyártásnak. Igazából ő a végső Isten helyettesítő. Ő szeretne Isten helyébe kerülni. És látjuk, hogy a világunkban van egy rendkívül erőteljes propaganda az Isten helyettesítésre. Nem így hívják, de minden arról szól, hogy hogyan elégítsük meg magunkat Isten nélkül. A zsákutca gyártás, a zsákutca fényezés, a zsákutcába mutató irányjelzők száma, minősége és mennyiségű végtelen. Egy zsákutca világban élünk, ami menedzselve van spirituálisan, nagyon-nagyon intenzíven. Lucifer, anno, azóta ellenség, Sátán. És miért akarom ezt így külön kihangsúlyozni egy picit? Mert a te utad itt a Földön nem semleges, nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy nem Csipke Rózsika, vagy mit tudom én ki, Piroska sétálgat a kis kosarával az erdőben, trálalá, trálalá, és minden rendben van, hanem szembeszélben sétál. Nem tudom, hogy jött ide Piroska, semmi értelme nincs a példának, de tehát, hogy gyakorlatilag nem 50-50 százalék az esélye annak, hogy megtalálod-e Isten igazságát, vagy sem, vagy megtalálod, vagy nem, hanem minden propaganda szinten az ellen hat, hogy megtaláld. Az oktatásunk, a divatunk, a filozófiánk, minden. Te teljes szembeszélben élsz, és amikor megtalálod Istent, és felfedezed a megszabadító igazságot a Bibliában, és életet találsz, olyan nehéz választani az életet, olyan nehéz megmaradni az élet melletti döntés mellett, mert szembeszél jön állandóan. Tehát most gondolj bele, elmagyarázom valakinek, hogy figyelj, óriási bajban vagyok, többen meg akarnak ölni, és én tudod, mit fogok csinálni? Bemegyek a szobámba és imádkozom,
és kérem Istent, hogy védjen meg engem, és utána nyugodt lélekkel élem tovább az életemet. Szerinted mit mondanának? Ügyes vagy, én is ezt csinálnám a helyedben. Nem, ez egy elmebeteg megoldás, ez nem jó megoldás. És éppen ezért nem is egyszerű ezt az előbb fanatikusnak hívott konzervatív vonalon túli kereszténységet elfogadni és élni mellette, hogy Isten az egyetlen Istenem. És persze ez nem jelenti azt, hogy mi utána passzívvá válunk, és nem csinálunk semmit. Tehát lehet, hogyha valaki meg akarna ölni, akkor azért lehet, hogy nem a háza előtt telepednék le, vagy nem tudom, biztos tennék mást is, de a kérdés az az, hogy végső soron kiben és miben bízom azért, hogy a dolog rendben legyen. És Istenben tudnék bízni, benne kéne bíznom. És aztán Isten, ahogy én odaadom magam neki, ahogy én rábízom magam, ő a munkatársává tesz. Tehát mi keresztények rendkívül cselekvő emberek vagyunk. És a cselekvésünk viszont fordított. Tehát nem azért teszünk valamit, hogy aztán Isten elfogadjon minket, vagy kiérdemeljünk valami segítséget, vagy áldást, hanem először vagyunk Istennel, Istenből élünk, és ezzel a forrásunkkal ő benne munkatársként egy csomó mindent megteszünk. Cselekvő emberek vagyunk, de a szívünk, a bizalmunk, a legbelső függésünk, az Istenünk, az Isten, és minden más csak részlet. És ez nehéz, minden ezzel szembe fúj, minden ennek ellene megy. De akkor is ez az élet, akkor sincs más. Ez a világ Isten igazságát hazugságra cserélte fel. És a teremtményt imádja és szolgálja a teremtő helyett. Az egész világ. Én azt mondom nektek, hogy legyetek bátrak, legyetek merészek, és menjetek szembeszéllel, bízzatok Istenben. Én magamnak ezt a tanácsot adom reggel, amikor felkelek, hogy bíz Istenben. Ő a te kősziklád, ő a te erős várad, ő az, aki mindig biztos segítség a nyomorúságban, ő az, aki kiszabadít minden bajból, ő az, aki életet ad, ő az, aki ha veled van, kicsoda lehet ellened. Vele a rablónak is neki rontasz, a falon is átugrasz. Ő a te Istened, ő a te életed. Az ő jelenléte, az ő szerelme, hogy van édesebb a méznél. Ő az, aki azt a belső űrt be tudja tölteni, és ő az, akivel aztán, ha járod az utadat, akkor nem egy dobozba zár be, nem kisajátít és elzár az élettől, hanem pont ő az, aki keskeny az az út, amely életre visz, igaz? Annyira keskeny, hogy csak egy személy az, Jézus az. De aztán a Zsoltáros azt mondja, hogy megtaláltalak téged, és tágas térre vittél ki engem. Én azt gondolom, hogy amikor odaadjuk magunkat Istennek, amikor ő válik az Istenünk, és nincs Istenünk rajta kívül, akkor nem egy szűk helyre kerülünk, hanem figyeljetek, egy tágas helyre. Akkor kezdem el látni a dolgokat olyannak, amilyenek. És figyelj, akkor válok szabaddá, mert függök egy végtelen Istentől, aki úgy döntött, hogy szabadon enged engem, aki úgy döntött, hogy vezetni fog engem, aki úgy döntött, hogy gondoskodni fog rólam, aki úgy döntött, hogy mindent a javamra fog fordítani. Soha nem lehetsz annyira szabad, mint ebben a végtelen függésben Istentől. Nem tudom, hogy kell ezt az életet élni, nem tudom pontosan, de gyönyörű az, amit látok belőle, de méltó rá, hogy kövessem, hogy méltó rá, hogy első Zsoltár éjjel-nappal ezen gondolkozzak, hogy ezen jártassam a gondolataimat, hogy kérdezzem Istent újra meg újra, hogy mi ennek az életnek a titka, mert nekem kell, én akarom. Én a tiéd vagyok, és te én utánam vágyakozol. És ez így van rendben. Legyetek bátrak, amikor úgy érzed, hogy már túlzásba viszed a hitet, a bizalmat Istenben, akkor kezdesz közeledni. Akkor kezdesz közeledni ahhoz, amiről az élet szól. Ámen. Ámen. És csak egy gondolat még a végére. Lehet, hogy ez az első üzenet, amit hallasz Istenről. És az egész olyan fura volt neked, kicsit fura. Egy dolgot hadd mondjak el, hogy a kezdet
Az első lépés nagyon egyszerű. Az első lépés arról szól, hogy Isten a végtelen mindenható emberré lett, és leélt egy tökéletes életet. Őt hívják názáreti Jézus Krisztusnak, aki azért jött, hogy megmutassa Istent az embernek, és aztán azért jött, hogy kifizesse az ember minden tartozását. Nem tudom, hogy volt-e már az életedben, hogy elszúrtál valamit. Én sok mindent elszúrtam. És sok hibát követtem el, bűnöket, köztörvényeseket is. Jó, ez túlzás. Na nem, de igen, na nem, mindegy. Érted? Együnk sem fehér a, hogy van a, milyen? Hogy szokták ezt mondani? Gallé? Nem. Mindegy, tiszta lap. Együnknek sem tiszta alapja. Mindegy. És Isten azért jött el, hogy ezt kifizesse. És a dolog nagyon egyszerű. Ő a messiás, ő a megváltó. Ő a te helyettesítőd. Ő az, aki helyetted halt meg. Neked kéne meghalnod, mert bűnzsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. De a halálnak meg kellett lennie. Csak nem te fogsz meghalni, vagy én, hanem ő halt meg helyettünk. És ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus kifizette az emberiség minden bűnét, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, és nem kárhozik el. Úgyhogy ez az első lépés, hogy hinned kell benne. És hogy mondjunk egy imát, és hogyha gondolod, mondd el velünk, mondd el velem, és fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és ebben a pillanatban ez az ámulatos élet, amiről beszéltünk, kezdetét veszi. Úgyhogy mindenható Isten, itt vagyunk előtted, és lehet, hogy úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy nézed ezt a videót, hogy még sosem kötöttél békét Istennel. Köss bele békét most. Ő ott van veled, vár téged, és nagyon-nagyon szeret. Valójában meghalt helyetted, hogy neked ne kelljen. És mindössze azt várja tőled, hogy elfogadd őt, mint a messiást, mint a megváltót. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. És ha ezt elmondtad neki, ha ezt szívvel hitted, akkor örök életed van. És mi pedig azt kérjük, Jézus, mindannyiunkért, hogy add, hogy meglássuk, hogy mit jelent, hogy Te vagy az Istenünk, és hogy ne legyen más Istenünk rajtad kívül. De ne azért, mert nem szabad, hanem mert megtaláltunk benned mindent, amire a lelkünk szomjazik. És minden más csak részletté zsugorodik, csak játékká, és játszhatunk. De Te legyél az Istenünk. Te vagy az Istenünk. Nincs más Istenünk rajtad kívül. Ez az imánk. A Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm. Köszönjük. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Itt van Pásztor Kendem. Hát, kérdezzetek tőle valamit, akár a nevét, vagy valami bonyolult matematikai példát, vagy bármit. Használjuk ki, hogy itt van. Van-e valami gondolatotok, kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Erdő, most végre megkérdezheted. Itt az idő. Vagy esetleg van neked, Pásztor Kende, gondolatod, valami, amit megosztanál még velünk most?
arra gondoltam, amit mondtál, de nem is jó. Arra gondoltam, hogy össze vagyunk kötve. Arra gondoltam, amit mondott Sanyi, hogy igazán amiről beszélt, az így, és szerintem minden alkalom, amikor így szolgál, akkor az olyan, hogy így alapvetően módosíthatja azt, hogy nézzük és látjuk a dolgokat. Tehát valóban ez az egyik nagy ajándék a Sanyinak abban, ahogy szolgál, hogy mindig van neki ez a képessége, hogy így megfogja a dolgokat, amiket mindig magunk előtt látunk, és aztán egy olyan fénybe mutassa be őket, ami egy teljesen új megértés, vagy mélyebb megértés, vagy kicsit tovább visz. De olyan érdekes így lelkipásztorként, ugye így benne, tudom én hány éve már lelkipásztor vagyok, sok, és az egyik dolog, amit így találok, az olyan, hogy ez, amit csinálunk így az igében, amikor kinyitjuk a Bibliát és szolgálunk vele, az lehet olyan, mint egy erőmű az ember életében, aminek ad egy tüzelőanyagot a következő hétre az, amit kaptunk, vagy lehet a dolog olyan, mint a statikus elektromosság, tudod, a hajam meg a pólom között. Tehát, hogy lehet annyi az üzenetnek a haszna, hogy tudod, hogy ha éjjel sötétben lekapcsolod a villanyt, akkor látsz ilyen kis picit, ilyen kis fényeket. Vagy lehet olyan, hogy tudod, olyan, hogy az ember így elámul rajta, hogy te jó ég, tudod, ez így keresztül tud vinni engem az életen. Tényleg. Tehát, hogy és ez olyas valami, ami csak az én szívemben múlik, hogy hogyan fogadom el azt, amit kapok. Hogy olyan könnyű, azt gondolom, megszokottnak lenni. Hát most jó, nem akarok visszautalni arra, amit mondtam az elején, de mondjuk hadd alkalmazzam ide. Olyan könnyű azt mondani az emberre, aki szolgál felém Isten igéjével, legyen az Sanyi vagy Ernő, vagy bárki, igazán teljesen mindegy. Hogyha rendszeresen hallom, akkor olyan könnyű egy idő után, hát jó, van, már tudom, mit fog mondani. Én emlékszem, mikor ez történt velem és az én lelkipásztorommal, hogy ott voltam, mit tudom én, 3 év hit után, 2,5 év hit után, és ott ültem, és úgy voltam vele, hogy És könnyű nagyon így lenni a dologgal, de valójában minden alkalommal lehet egy olyan feltöltése az életemnek, és egy olyan kihívás, és egy olyan megfordítása. És ez valóban csak azon múlik, hogy a szívem, hogy mivel közelítem meg, hogy alázattal közelítem meg, és figyelemmel, és ugye mindig idézgetjük azt a bérelbelieket az apostolok cselekedetei 17-11-ben, akikről azt olvassuk, hogy most melyik volt, nem tudom, melyikük volt hirtelen, igen, mindig idézgetjük. Sose felejtem el, de nem jut eszembe, hogy melyikük volt most, de hogy azt mondja róluk, hogy nemesebbek voltak, mint a másikak. Bérelbeliek voltak nemesebbek. Igen, ők voltak nemesebbek, azt hittem, nem jó, mindegy, jó, akkor valamelyik az egyik közül. Igen. És azt mondja, azért, mert hazamentek, és otthon tanulmányozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. És tudod, ebben szeretnélek csak így bátorítani benneteket itt is, meg ott is, hogy felmehetsz a honlapra, és megnézhetsz, hány üzenet van fönt? Hány üzenet van fönt a honlapon, mondjuk? 3-10 videó. Csak ennyi? Csak ennyi? Hát nincs. 10 000, 20 000. Na jó, szóval, hogy? 11-12 év. Aha. Tehát 11-12 év anyagai fönn vannak, azért van egy-kettő. És tudod, elkezdheted nézni, és csak nézheted, és amit csinálhatsz magaddal, az az, hogy használhatod ezt egy olyan, ami egyébként tök jó, ilyen keresztény stimulálásnak. Tehát jobb, mint a horrorfilmmel stimulálni magad, vagy szerekkel stimulálni magad, vagy tudod, pornó, vagy valami, tudod, vagy mocsokkal stimulálni, sokkal jobb, egyetértek. De ne legyen csak ennyi. Ne legyen ez csak egy stimulálás, ami mindig így egy kicsit így, jaj, de jó, tudod, így, és vége, tehát, hogy, és ez csak rajtad áll, hogy magad neki mész-e, utána mész-e, amit csináltál, hogy jegyzetelsz, és aztán otthon átnézem, és gondolkodom rajta, és ez hogy van, és a jövő héten visszahozom a kérdéseimet, vagy megkérdezem őket valakitől, aki ért hozzá, és növelem a kapacitásomat azzal, arra, hogy ez mert lehet, hogy az elején innen indul a dolog, tudod, hogy kis statikus elektromosság, ennyi, és alig mérhető, vagy nem is. És aztán utána ez egy növekvő dologgá válhat, ahol aztán ez lehet egy valóban egy nagy erejű dolog az
az életemben. Minden alkalommal, amikor hallom, és minden alkalommal szól hozzám. Én most már 26 éve hallgatom a pásztoromnak az üzeneteit, és ma is hallgattam egyet, és annyira csak megáldott, annyi mindent utána csak meg kellett állnom az autóval. Szerencsére jött a vonat, úgyhogy várni kellett úgy, és csak írtam a gondolataimat, meg minden, ami eszembe jut róla, és aztán foglalkozom vele, és annyira fölkavarja és vezeti az életemet. És tényleg erre van szükségem, tehát többnek kell lennie, mint az a kis, megnéztem a sorozatot, Isten ments. Kérdés, hozzászólás. Meg, gondolj bele, megkaparinthatod a mikrofont. Ezt mondanom kell? Oké, akkor lehet, hogy már ennyi, igaz? Menjünk Isten áldásával. Sziasztok!